És nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnom az OSC-vel, immáron a negyedik évem lesz jövőre. Teljesen új csapat lesz, az edzői stáb is teljesen átalakul, ugye a Robi lesz most a vezetőedzőnk, illetve Tóth Laci bácsi lesz a csapatnak a másodedzője. Nyilván ő rengeteget fog foglalkozni velünk, mint centerekkel, aminek szintén nagyon örülök, illetve hogy a fiatalokra fogunk jövőre építkezni, és rengeteg ambícióval várom a következő önnő évet. Máté lesz csapatunk egyik centere, erős fizikuma és kiváló technikája, nagyon kiemelendő. Közös célunk, hogy Tóth Lacival, Mátéból a maximumot kihozzuk a következő szezonban, és Máté bekerüljön a válogatottba, és ott hosszú távon meg is ragadjon. Hajrá, OSC! Aranyi Mátéval további egyéves szerződést kötöttünk. A tengelyről már korábban beszéltem, kapusunk van, védelmünk van, már csak a center hiányzott. Én nagyon örülök, hogy ez a megállapodás létrejött. Mátéban még mindig rengeteg van, és szeretném is, meg szeretnénk is, hogy ez kijöjjön belőle. Nagyon ambiciózus, nagyon nagy céljai vannak, mi erre minden támogatást meg fogunk adni, de nyilvánvalóan, hogy Máténak is minden munkát bele kell tennie. Úgyhogy én bizakodom, és szerintem, mint már korábban is mondtam, hogy Tóth László személyében egy olyan centerképző jött ide, aki ki fogja belőle hozni a maximumot. Úgyhogy sok sikert a Máténak, és hajrá OSC!